Sziasztok! Én Tünde vagyok, én pedig Niki, és ez itt a Pontos Veszőparipa. A mai videónkban szeretnénk bejelenteni az új könyvklubunkat, a Hosszabbasztal könyvklubot, ami a diverzitásról fog szólni. Tartsatok velünk! Először is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Reméljük, hogy jól telt az előző év, és egy még jobb év áll előttetek, és nagyon sokat fogtok olvasni, és reméljük, hogy hozzánk is csatlakozni fogtok. Már egy ideje érlelődik bennünk az, hogy foglalkozzunk valamilyen projekt keretében a diverzitással, és most így az új év az egy jó apropót szolgáltat erre, úgyhogy ez a projekt egy egész éves könyvklub lesz, illetve hát könnyen lehet, hogy majd rendszeresítjük tovább is, de erre az évre biztosan be van tervezve. Ennek a könyvklubnak a szervezésében van egyébként egy partnerünk is, mégpedig Eszti a Books Flying Around csatornáról, mert őnek is egyébként nagyon nagy szerepe van abban, hogy a mi olvasásaink is színesültek az elmúlt pár hónapban. Nagyon sok jó szuper könyvet és képregényt ajánlott nekünk. Illetve hát amit is tudjuk róla, hogy nagyon-nagyon sok ilyen témával szeret foglalkozni, és nagyon-nagyon olvasott ezen a téren. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ő a partnerünk lesz. Mint azt ugye említettük, a neve a Hosszabb Asztal Könyvklub lesz, és ez a név, ez abból a mondásból származik, hogy ha többen rendelkezem, mint amire szükséged van, akkor ne magasabb kerítés vagy falat építs, hanem hosszabb asztalt készíts. és ugye ennek a lényege az akarna lenni, hogy ha privilegizált helyzetben vagy, akkor ne válaszd le magad a marginalizáltabb részéről a társadalomnak, illetve ne növeld még jobban ezt a falat vagy szakadékot, hanem próbáld meg áthidalni, és oszd meg, vagy terjeszd ki a privilégiumodat, illetve a privilegizált helyzetedet. És hát, hogy az olvasás terén ezt hogyan lehet például megtenni? Itt ezzel a könyvklubbal is az lenne a cél, hogy amiben privilegizáltak vagyunk, azt megpróbáljuk egy kicsit kiterjeszteni az ismereteinket, a felfogásunkat, az érzékenységünket erre, illetve hát amiben esetleg nem vagyunk privilegizáltak, azt meg jó, hogyha látjuk reprezentálva. Az első nagyon fontos lépése annak, hogy a marginalizált csoportok egyre nagyobb teret tudjanak kapni, és egyre egyenlőbb esélyeket, az, hogy fel kell ismerni, hogy ők marginalizáltak, illetve fel kell ismerni, hogy ez a privilégium létezik, és azoknak is, akik privilegizált helyzetben vannak, szia Noki, nagyon fontos, hogy a privilegizált helyzetűek is felismerjük, hogy bizonyos dolgokban privilegizáltak vagyunk, és hogy ez egy fontos különbséget jelent bizonyos csoportok között, és erre a könyvek nagyon alkalmasak, hogy bemutassák, hogy ez is létezik a világban, ami esetleg nekünk, vagy hát másoknak a privilegizált helyzetünkből vagy helyzetünkből adódóan nem annyira magától értetődő. És hát ugye amivel még ha olvasásról van szó, akkor tudunk tenni amellett, hogy olvasunk róla, az, hogy lehetőséget biztosítunk, illetve megpróbáljuk a könyvpiacot úgy befolyásolni, hogy egyre több lehetősége legyen a nem privilegizált helyzetben lévőknek megjelenni, illetve írni ezekről a dolgokról, vagy bármiről, amiről szeretnének, hogyha ők amúgy nem privilegizált helyzetben vannak. És igenis van az olvasóknak is befolyása erre, hiszen hogyha valamire nincs igény, egy kiadó kiad egy könyvet próbálkozásként, és úgy látja, hogy nincs igény, akkor nem fogja azt a vonalat továbbvinni. Van erre sajnos példát, tudunk konkrét példát is, majd erről beszélni fogunk akkor, amikor az lesz a havi téma. És ha meg valamire azt látják, hogy van igény, és külföldön sikeres, akkor pedig be fogják hozni, akkor is erre szök kockázatos, tehát mindig erre is tudok jó példát. és mindenket tudom a magyar piacról, úgyhogy szerencsére vannak pozitív tapasztalatok is ilyen téren. Úgyhogy igenis nagyon-nagyon tudnak az olvasók hatással lenni arra, hogy mi jelenik meg, és ezáltal pedig kik kapnak mennyi lehetőséget arra, hogy megjelenjenek. Úgyhogy ezzel a könyvklubban ez is lenne a célunk, hogy egy kicsit
emlékeztessünk magunkat, meg az olvasó, többi olvasót arra, hogy ezek a könyvek is vannak, és több hangsúlyt tudjanak esetleg kapni. Úgyhogy itt az idő, hogy mindannyian levegyünk a privilégium szemüvegünket, és vágjunk is bele. Ennek a könyvklubnak az apropója egyébként, annak a csírája akkor született meg bennem, mert tavaly év elején, amikor elkezdtem eltervezgetni, hogy miket olvasnék 2021-ben, akkor is összeállítottam magamnak egy ilyen hevenyészet szempontlistát arról, hogy mikre szeretnék figyelni mindenképpen. Úgy általánosabban az olvasásaim során, hogy szerepeljenek bizonyos szempontoknak megfelelő könyvek mindenképpen abban az évben. Próbáltam, voltak olyan szempontok is, hogy bizonyos arányban szerepeljenek bizonyos szerzőjű könyvek, tehát abban is már ez megvolt, de ez még nem volt egy kidolgozott rendszer, és nagyon sok olyan szempont, illetve olyan marginalizáltság volt, ez nem kapott kifejezetten szempontot magának, amivel amúgy érdemes lenne foglalkozni. És igazából magamnak is ez egy ilyen kihívás, hogy vannak olyan marginalizált csoportok, amik mondjuk így bizonyos időszakokban felkapottabbak, hogy éppen foglalkozunk velük kulturálisan, és vannak olyanok, amik meg nem feltétlenül, vagy nem olyan módon, és az ilyen szempontból nekünk is kihívás lesz, hogy próbáljuk minél jobban kiterjeszteni ezt a diverzitást minden téren. És egyébként, hogyha szeretnétek egy ilyen deep dive-ot a diverzitás témába, akkor Zsófinak és Esztinek volt egy nagyon-nagyon jó élő kibeszélője, a Színesítsük az olvasásainkat, azt hiszem ezt be fogjuk majd linkelni. Zsófi csatornáján volt ez, ahol nagyon-nagyon jól kivesézték ezt a témát, és szerintem kb. Minden területre kitértek a diverzitáson belül, amire csak lehetett, úgyhogy ez egy szuper kibeszélő, és mindenképpen nézzétek meg. Mielőtt még a könyvklub részleteibe belemennénk, először beszéljünk egy kicsit általánosságban arról, hogy miért is annyira fontos az, hogy próbáljuk mi tudatosan diverzifikálni az olvasásunkat, hiszen nem elég diverz a könyvpiac, nem jelenik meg elég ilyen könyv, nem fogunk találkozni amúgy is automatikusan az olvasásaink során ilyen könyvekkel. És igen, egyébként nyilván nagyon-nagyon sokat fejlődött a könyvpiac helyzete ebből a szempontból, az olvasóknak az elérése is ebből a szempontból, a díjazások, az elismertségek is nagyon sokat, főleg így az utóbbi pár években is, de még mindig nagyon sok mindenben el vagyunk maradva, és vannak kifejezetten olyan csoportok, amikről, meg olyan témák, amikről meg nem nagyon van szó, nem nagyon lesznek témák, holott kellene. Úgyhogy szerintem érdemes beszélni arról, hogy miért olyan fontos ez. És hogyha a diverzitásról beszélünk, akkor nem lehet kihagyni a témából azt, hogy beszéljünk egy kicsit az irodalmi kánonnak a természetéről, mert hogyha megnézzük, hogy az irodalmi kánon honnan indult ki, akkor már is látunk egy magyarázatot arra, hogy miért olyan nehéz azt megreformálni, vagy egyáltalán miért van szükség a megreformálására, és miért tudnak annyira nehezen érvényesülni, vagy tudtak nagyon sokáig sokkal nehezebben érvényesülni benne a marginalizált csoportok. Ugye az irodalmi kánon az nem az elmúlt 20-30 évben született meg, és nem is az elmúlt 100 évben, hanem jó pár száz évvel ezelőtt, és egy olyan kultúra ágyazott meg neki, aminek ugye az euróatlanti kultúra az alapja, ami fehér bőrű népeknek a kultúrája elsősorban, és mindegyik társadalom benne patriarchális berendezkedésű, úgyhogy egy olyan kultúráról beszélünk, amit ezek a népek azon belül is leginkább a férfiak határoztak meg, és azon belül is nyilván a gazdag és előkelő származású néprétegeknek a tagjai határozták meg, ami nagyon-nagyon sok mindenkit kiszorított ezekből. És ugye az is nagyon fontos, hogy bár manapság a könyvkiadás az egy szabad piacon történik, és a kereslet kínálat határozza meg, és egy tömeggyártású termék, ez nem mindig volt így, és amikor az irodalmi kánon megszületett, akkor sem volt így.
És emiatt is nagyon, bár mi most nem fogunk nyilván kifejezetten kanonizált irodalomról, sőt kifejezetten nem, mert kortárs irodalomról fogunk leginkább foglalkozni ebben a könyvklubban, de az irodalmi kánon nagyon megalapozza azt, hogy az irodalom egészen hogyan áll önmagához és a dolgokhoz. Ugye amikor a könyvkiadás megjelent, és a könyvkiadás megjelenése utáni egy-két évszázadban a könyvek legyártása azért nagyon-nagyon drága volt, és ezért nagyon-nagyon határozottan elkülönültek, talán egészen a 18. századig, azok 18. század végéig az, hogy mi egy könyv, amit azért adunk ki, mi, akik privilegizált, jó módban élő, gazdag, illetve kulturális elit tagjai vagyunk, azért adjuk ki, mert szerintünk fontos, meg azért adjuk ki, mert mi el szeretnénk olvasni. És mi, ennek a kulturális elitnek a tagjai, gazdag, privilegizált helyzetű, általában fehérbőrű, általában férfiak vagyunk, és azokról a problémákról fogunk szeretni olvasni, amiket mi tapasztalunk, ami viszont ugye egy nagyon kicsi része az a társadalom egészének, az összes problémájának, meg tapasztalatának. És amellett persze nagyon sok megjelentek már nagyon korán a szórakoztató irodalomnak talán nevezhető bizonyos formái, de ezek ugye nem könyv kiadásként jelentek meg, hanem ilyen néhány 10-20 oldalas füzetekként, és ezek kb. Ilyen eldobható, egyszer használatos dolognak használták őket, hogy valaki ír egy vicces, vagy szórakoztató kis történetet néhány 10 oldalban, amiket kis füzetkeként, amit olcsó előállítani, körbeadnak, és a népnek az a része, aki tud olvasni, az elszórakozik rajta, de nem arra szánták őket, hogy aztán megtartsák hosszú időn keresztül, időtállóan ott legyenek, és tényleg egy könyvformátumban kiadják. És ez nagyon, nagyon sokáig meghatározta nyilván azt is, hogy eleve a fiction, tehát a nem tudományos, illetve nem politikai vagy történelmi témájú írott anyagoknak a megítélése az milyen volt? Nagyon rossz. És igazából a 17. században kezdődött egy olyan, 17. század végén kezdődött egy olyan folyamat, hogy elkezdték elismerni, hogy esetleg azt is lehetne klasszikusnak nevezni, ami egy regény. Ugye addigra már kezdett egyre több regény megjelenni, és onnantól kezdve lehetett a fictionre is azt mondani, hogy az egy önálló dolog, és van létjogosultsága, és nem csak arra való, hogy eldobáljuk egy fél olvasás után, hanem esetleg értéket is képvisel, és lehet kanonizálni, meg klasszikusnak is mondani, és esetleg könyvformátumban is ki lehet adni. És akkor az irodalom, mint tömegtermék kezdetéhez pedig ugorjunk a 19. század első felére, amikor is elég fontos változások történtek, főleg az angol szász területeken, de azért így eléggé a euróatlanti kultúrában. A könyvkiadás, illetve a szerzők és könyvkiadók és könyves boltok és az olvasók viszonyában, mert egyrészt megváltoztak, illetve elkezdtek kialakulni az ilyen szerzői jogi szabályozások és törvénykezések, bár nagyon sok kívánnivalót hagytak maguk után még akkor is, de egyáltalán elkezdtek létezni, és még addig a szerzők leginkább csak úgy kaptak pénzt a műveik után, hogy tessék itt a kéziratom, oké, tessék itt van rá X összeg, megvettem, kész. Innentől kezdve kezdtek el megjelenni azok a gyakorlatok, hogy már eladott példányszámok után is kaphattak a szerzők jutalékokat, ami ugye egy nagyon fontos változás volt abban, hogy a szerző hogyan engedheti meg magának azt, hogy mit írjon és mennyi időt szálljon erre. A másik nagyon fontos változás az volt, hogy elkezdett kialakulni az a gyakorlat a könyvnyomtatásban, illetve a könyv eladásoknál, hogy rájöttek, hogy meg lehet próbálni azt, hogy nem kevés könyvet adnak el nagyon nagy haszonnal, hanem sok könyvet kisebb haszonnal, és erre az adott lehetőséget, hogy a 19. század közepén már voltak olyan regények, amiket akár 100 000-es példányszámokban, vagy akár még nagyobb példányszámokban is eladtak, és rájöttek a kiadók, hogy hát, hogyha ennyit el lehet adni egy könyvből, akkor érdemes lenne tömegesen gyártatni, és egyébként itt indult el az a foly, vagy itt kezdett igazán szerte ágazni az, hogy már nem egy kézben volt a könyvkiadás,
a könyvek legyártása és árulása és marketingelése, hanem ezek elkezdtek, és már nem az volt, hogy a nyomda felett ott volt a könyvesbolt, meg minden, hanem tehát igazából itt kezdett el tömegtermelési alakulni. És ez egy nagyon fontos két tényező, a szerzői jogi kérdések, illetve az, hogy valami tömeggyártássá, tömeggyártott terméké váljon, hiszen addig azok engedhették meg csak azt, hogy írjanak, akiknek volt nagyon sok pénzük, és otthon ülhettek, és írhattak, és voltak olyan ismerőseik, akik kiadták könyveiket, és azt gondolták, hogy fontos az a könyv, és ezért kiadták. Viszont amikor egyrészt azzal, hogy kaptak jutalékot, ezzel ez már egy potenciális kiegészítő, vagy később bizonyos emberek számára teljes megélhetési forrásként is opciónak számított, illetve azzal, hogy a könyv, illetve maga az irodalom egy tömeggyártott termékké vált, és ez leginkább a regénynek volt köszönhető, a regény volt az, amit el kellett olvasni egyszer, és utána még akartál olvasni, de nem ugyanaz, nem úgy, mint egy szótárat, vagy himnuszokat, vagy tanulmányokat, vagy történelmi feljegyzéseket, hogy újra és újra megnézed abban a könyvben az adatokat, hanem elolvasod egy szórakoztató élményként, és utána szeretnél még másik regényeket olvasni. Ez azért volt nagyon fontos, mert szerintem én ebben látom egy kicsit a csíráját annak, hogy ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy jobban teret tudtak kapni olyan szerzők, akik nem feltétlenül ezekből a privilegizált csoportokból jöttek, mert itt most már nem csak azt adhatták ki a kiadók, amit szerintük fontos volt, hanem így akár egy kiadó gondolkodhatott úgy is, hogy oké, ez szerintem nagyon rossz, és szerintem én nem akarok erről olvasni, de azt látom, hogy 75 ezeren akarnak erről olvasni, úgyhogy a következő könyvét is ki fogom adni, vagy a másiknak a hasonló témájú könyvét is ki fogom adni, mert azt látom, hogy olvasnak erről az emberek, és én nem akarok szegény kolduló dologházi gyerekekről olvasni, meg koldusokról és zsettolvajokról, de az emberek szeretnének, úgyhogy kénytelen vagyok kiadni, mert abból lesz pénzem, és ez nagyon csúnyán hangzik, de ez a mai piacon is nagyon fontos. Manapság is rengeteg olyan kiadó van, meg cég van, aki támogat bizonyos ügyeket, amiket az emberek szeretnek és szeretik olvasni, és nem azért, mert az egy kulturális misszió, hanem azért, mert tudják, hogy az emberek meg fogják venni. De igen, ez egy előre mozgató erő, és ezzel lehet jelezni, hogy esetleg erről is szeretnénk olvasni, és itt megint visszakanyarodtunk ahhoz, hogy az olvasóknak mekkora ereje van abban, hogy a könyvpiac hogyan alakuljon. A könyvkiadás azért sajnos azóta sem úgy működik, hogy bárki bármilyen könnyen meg tudna élni a könyvéből, mert az, hogy megjelenjen valakinek a könyve, azért mindig leginkább azzal tud megtörténni, aki azt megengedheti magának. De nagyon-nagyon sokat javult nyilván a helyzet azóta, nagyon-nagyon sok mindenki tud már lehetőséget kapni, hogy megjelenjen, és most már tulajdonképpen azért a társadalomnak szerintem szinte az egész teljes palettáját láthatjuk a könyvkiadásban, csak az nem mindegy, hogy milyen arányban, és hogy az arány az vajon van-e köszönő viszonyban azzal, hogy amúgy az ő tapasztalatuk az milyen arányban jelenik meg a valóságban, és ezzel szeretnénk javítani egy kicsit. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy miről is fog szólni ez a könyvklub. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen elsődleges, a szerző, vagy a téma, vagy esetleg mind a kettő, és aztán végül is arra jutottunk, hogy most elsődlegesen a szerzőkre szeretnénk koncentrálni. Tehát lesznek különböző témák mindegyik hónapban, és ezekben az lesz a közös, hogy mindig a szerző lesz ahhoz az adott marginalizált csoporthoz tartozó. Előfordulhat olyan is, hogy a témája is az lesz a könyvnek, de nem feltétlenül. Azért döntöttük így, mert ha egy adott témáról beszélünk, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy saját hangú szerzőktől is olvassunk. Egyrészt azért, mert vannak olyan témák, ahol nagyon sok a misreprezentáció, például ha gésekről akarunk olvasni, akkor ne egy fehér férfinak a regényét olvassuk el róla, illetve azért is nagyon fontos, mert lehet, hogy nagyon sokan beszélnek már bizonyos témákról, de ennek ellenére vannak olyan marginalizált csoportok, akik annak ellenére, hogy a témájuk mondjuk jellegzetesen megjelenik az irodalomban, ők maguk, mint ahhoz a csoporthoz tartozó személy, még mindig nehezebben tudnak sokkal érvényesülni a hétköznapi életben, az üzleti életben, akár szerzőként is, mint
mint mások, és ezért nagyon fontos, hogy azt is támogassuk, hogy ezek a szerzők is meg tudjanak jelenni, és olvassák őket, mert persze, hogyha érdekes, amit írtak, és jó, amit írtak, és akár akkor is, sőt, az szerintem kifejezetten érdekes, amikor nem feltétlenül arról a témáról írnak, hiszen Zsófinak szokott lenni ez az bizonyos egy történet, ugye? Egyetlen történet típusú kifejezés, hogy nyilván az sem jó, amikor azt csináljuk, hogy csak egy bizonyos csoporthoz tartozó embertől csak olyan történeteket olvasunk el, ami arról szól, hogy neki mennyire rossz, hogy ahhoz a csoporthoz tartozik, vagy milyen hátrányok érték. Ez is fontos, meg az is fontos, hogy érvényesülni tudjanak azzal is, hogyha ők éppen nem arról szeretnének írni, hanem science fiction, fantasy-t szeretnének írni, vagy az életük más területéről szeretnének írni, mert az identitásuk nem csak abból az egy vagy több marginalizált csoporthoz való tartozásukból áll. Ahogy már Niki említette, minden hónaphoz lesz egy témánk, és ennek a kiválasztása ez az alapján zajlott, hogy próbáltunk az adott hónaphoz, ha volt valami világnap, vagy konkrétan az adott hónap valami ilyen marginalizált csoporthoz tartozik, azt odaválogatni. Viszont ez nem mindig működött, mivel vannak olyan hónapok, ahol akár 2-3 ilyen is van, és ilyenkor el kellett döntenünk, hogy hogyan legyen, és emiatt egy másik hónapra került, és így mindent szépen el lehetett osztani. Minden hónap elején jövünk majd egy bejelentő videóval, hogy mi lesz az adott hónapnak a témája, és az adott hónap közös könyve. És minden hónap végén, vagy a következő hónap elején tartunk belőle egy kibeszélőt, amihez vendégeket is várunk. Minden könyvre rendelkezésre áll majd az adott hónap, és az utána következő is, tehát januárban, január-február, és így tovább, így a március, az március-április, tehát az már belecsúszik a következő három hónapban, de ez így a MOL szempontjából mindegy nekünk. Igen. Tehát például a januári könyvet, amit mindjárt ki fog derülni végre, hogy mi is lesz az, az például egészen február végéig be lehet fejezni, és akkor nézzük is a január havi témánkat. Január havi témánk az az egészséges testképnek a témája, illetve úgy általában a testünkről, magunkról alkotott képről és a szépségről alkotott képünknek a témája. És ez pont egyébként pont ez az első hónap egy kicsit rendhagyó lesz a könyvklubnak a többi részéhez képest, mert ehhez a témához nem igazán találtunk olyan világnapot, vagy hónapot, vagy hetet, ami kifejezetten ezzel, és nem csak valami nagyon-nagyon szűkebbre vett részével foglalkozott volna. Ugyanakkor ez is szerintünk egy nagyon-nagyon fontos téma, és a nem idealizált, vagy nem standardizált kinézetű, illetve testalkatú embereknek a megjelenése bármilyen médiumban az nagyon-nagyon alulreprezentált, és nagyon-nagyon torz, és ezért mindenképpen szerettünk volna ezzel foglalkozni. És ez a hónap abból a szempontból is egy kicsit rendhagyó, hogy itt a téma volt az kivételesen, egyedüli kivételként, ami meghatározta, hogy mi a könyv, hiszen azt nehéz, és talán nem is annyira szép kikutatni, vagy hát kifejezetten azt kutatni, hogy esetleg milyen szerzőknek volt, vagy van az életében testképzavara, és általában, ha valakinek ilyen problémái voltak, vagy vannak az életében, akkor az azért derül ki, mert arról írt mondjuk egy könyvet, és egyébként ez az e-havi könyvünkkel is így van, ami pedig Mona Avattól az Antilány regény, ami egy Lizi nevű lányról szól, aki kövér, legalábbis kövérnek hiszi magát, és úgy gondolja, hogy ő nem tetszhet egyetlen férfinak sem, és mindig bajba keveredik, zűrös helyzetekbe. És szerintem a legfontosabb része, amit ez a könyv elmond magáról, az, hogy ő azért bukdácsol ennyit, hogy neked már ne kelljen, elköveti helyetted a hibáidat. Nevessetek, sírjatok együtt. Mi Mona Avadot a BookTube Könyvklub horror hónapjában a Nyuszika című könyv kapcsán ismertük meg,
és nagyon tetszett az ő stílusa, úgyhogy ezt várjuk ettől a könyvtől is, hogy valószínűleg ez a nagyon szókimondó és provokatív stílus lesz majd a jellemzője. Egyébként nagyon fura is volt a Nyuszika az egész koncepció, meg a megírásának a stílusa is, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, hogy ez a téma, ez hogy milyen lesz az ő szerzői hangján, vagy az ő tollából. És igen, egyébként, ha ennek a könyvnek az ember utána néz, és talán még ha a Wikipédián is, de ha interjúkat esetleg lát ennek a könyvnek a kapcsán a szerzővel, akkor biztosan kiderül, hogy azért írta ő meg ezt a könyvet, mert neki is voltak ezzel problémái, amikor ennyi idős volt. Tehát saját ihletésű az, hogy ezzel a problémával foglalkozzon, úgyhogy ilyen módon igazából ő ugye belefér abszolút ebbe a kategóriába. Nyilván egyébként meg abszolút nem dolga az egyikünknek se, hogyha valaki nem beszélt nyíltan erről a szerzőként, akkor ránézzünk egy szerzőre, és következtetéseket vonjunk le, hogy vajon akkor őt most minek kellene venni. Mert ha ránézünk, és nincsen idealizált testalkatnak megfelelő testalkata, vagy egyéb módon idealizált kinézete, attól még lehet, hogy ő tök jól van ezzel, és mondjuk ő tök jól megúszta azt, hogy a kultúra és a popkultúra és a média rányomja a bélyegét arra, hogy ő hogyan érzi magát attól, hogy nem úgy néz ki, mint amit reprezentálva lát mondjuk filmekben meg plakátokon. És ennek az ellenkezője is, tehát lehet, hogy valaki teljesen átlagos testalkatú, és mégis úgy érzi magáról, hogy nem az, és ez neki problémát jelent az életében, és ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ez pedig az ő megélése. Úgyhogy itt kifejezetten fontos volt, hogy a témából induljunk ki, ne pedig a szerzőből, de igen, ilyen szempontból. Hát nem mondanám, hogy szerencsére találtunk olyat, mert az lenne jó, ha minél kevesebb olyan ember lenne, akinek ilyen tapasztalatokat meg kell élnie, de igen. Viszont olyan szempontból fontos itt is az, hogy ez egy saját hangú könyv, hogy nyilván egészséges testkép témájában is rengeteg misreprezentáció van, és van nagyon sok olyan káros trend, nem feltétlenül regényekben, de nyilván ez regényekre is, a popkultúrába is kiterjed, ami kifejezetten nagyon károsan kezeli azt, vagy pont egy átesik az ellentétes irányba abban, hogy mi az egészséges testkép, és mi nem az, és mit hogyan kezeljünk. Úgyhogy ezért én nagyon örülök annak, hogy egy saját hangú dolgot el tudunk olvasni ebben a témában. A kihívás teljesítéséhez egyébként kifejezetten azokat a havi közös könyveket fogjuk kérni, amik a havi közös könyvek. De nagyon örülünk neki, hogyha mást vagy mást is olvastok az adott témában, vagy olyan szerzőktől, és annak is nagyon örülünk, ha ajánlotok olyat, ami a havi témába illik. És mindig fogunk próbálni igyekezni ajánlani egy-két könyvet, ami illik amúgy a havi témánkba. És ennél a hónapnál, ami a közös könyvön kívül nekünk eszünkbe jutott, az a képregények úgy általánosságban, mert szerintem az nagyon fontos és nagyon hasznos lenne, ha minél több olyan médium lenne, ami így működik, amikor kifejezetten az emberek kinézetével kapcsolatban, azt én nagyon-nagyon szeretem, amikor meg tudnak jelenni vizuálisan olyan kinézetű emberek, akiket nem feltétlenül szoktunk meg történetek főhőseként, és úgy, hogy közben nem lesz az téma a történetben, hogy ők máshogy néznek ki, mint amit elvárnál. És itt lehet akár szó a bőrszínéről is, hogy bizonyos típusú történetek kivételével nem nagyon szoktunk meg más bőrszínűeket, mint a fehéreket, vagy bizonyos történeteknél nem szoktunk meg nőket vagy férfiakat egy adott történet főszerepében, mert az is, hogy férfinak vagy nőnek nézek ki, az is hozzátartozik a kinézetedhez, de igen, az is, hogy a testalkatod milyen, vagy a bőröd milyen, a hajad milyen, és egyéb dolgok. És nyilván az épp test kérdése is ilyen lehetne, de arra leszek külön hónapunk. Ezt most megsukom. Szerintem az nagyon szuper, amikor olyat láthatunk, hogy nincs arról téma, hogy valakinek
problémája lenne a testképével, a többiek sem mondják sem azt, hogy problémás lenne az, hogy ő nem egy idealizált kinézetű ember, meg azt sem mondják, hogy de jó, hogy nem vagy az, és mégis ilyen magabiztos vagy, hanem nulla szó van róla, de látod, mert egy vizuális médiumon keresztül látod, például egy film, vagy hogyha írott médium, akkor pedig a képregény, erre nagyon ideális, és szerencsére már magyarul is vannak olyan képregények, amikben olyan karaktereket lehet látni, akik nem egy idealizált megjelenítéssel vannak ábrázolva, például a Nimona és a Cserkeszterek, amik egyébként a kettő, az egyik a Cserkeszterek részben Noel Stevenson nevéhez kötődik illusztrációs szinten is, ahol ugye a Cserkeszterekben több lány van, mindegyikőjük nagyon különbözően néz ki, a Nimona főszereplői sem feltétlenül mindegyikük olyan hagyományos testalkatú, illetve szintén magyarul jelent még meg az Egyetemre mentem, ahol szintén nagyon változatos, és amúgy teljesen átlagos, és nem felidealizált testalkatú főszereplő lányokról van szó. És eddig terjedt a mi tudományunk, úgyhogy megkérdeztük Esztit, hogy mi ilyen képregényeket tudna esetleg még mondani, és ajánlott is egy párat, amiket most ide szépen valahova körbe be fogunk vágni. Ezek sajnos nem jelentek még meg magyarul, hát ha majd fognak megjelenni belőlük, de ezekben is megjelennek olyan karakterek, akik valamilyen módon nincsenek idealizálva vagy standardizálva a kinézetük szempontjából, és megpróbálok majd mindegyikhez linket is a leírásba linkelni. Ezeket a képregényeket is mindenképpen szerintem érdemes lesz megnézni. Én biztos, hogy volt már közt olyan, ami nagyon felvetett az érdeklődésemet, úgyhogy ezeket nagyon tudom ajánlani ebből a szempontból. És Esztinek a véleményében maximálisan megbízunk. Ez lett volna a projekt bejelentő. A kibeszélőkről, illetve a további projekt bejelentőkről értesülni tudtok, ha feliratkoztok a csatornákra, vagy ha követtek az Instagramon, illetve a Majon is mindig kiszoktuk posztolni ezeket, illetve ki fogjuk posztolni majd, hogy mi mikor várható, úgyhogy ezeken a csatornákon mindig biztosan meg fogjátok találni, hogy mikor lesznek a kibeszélők, illetve amikor megtörtént a bejelentő, és a többi bejelentő az már nem lesz ennyire hosszú, mert ott a projektet nem kell már elmesélni, csak az adott havi témát és könyvet. Reméljük, tetszik nektek ez a projekt, és örülünk, hogyha minél többen velünk tartotok, hogyha van kedvetek, akkor írjátok le kommentben, hogy mit gondoltok erről a projektről, illetve hogy szerintetek milyen témák lesznek, vagy milyen témákat látnátok még szívesen ennek a projektnek az egyéves keretén belül. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!